estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Száz liba egy sorba. Az egész évben színes programoknak helyet adó Németh László általános iskolába ezúttal a leendő elsősöket várták. A kicsik megismerkedhettek tanítóikkal, illetve együtt játszhattak, énekelhettek az iskola növendékeivel. A nagy tóra indulnak a kislibák a Németh László általános iskola őszi játszóházából. Az intézmény pedagógusai a leendő első osztályosoknak szerveztek bemutatkozó délutánt. Rengeteg szülő érkezett a még óvodás gyermekével, hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe. Eljöttünk az iskolába, hogy megismerjük az iskolát, mert jövőre itt fogjuk kezdeni az első osztályt, mert és nagyon szimpatikus. Megismerjük az iskolát, és jövőre ide fogok járni. A Száz liba egy sorba című játszóház nagy segítséget nyújthat azoknak a kisovisoknak és szüleiknek, akik mögött jövő év szeptemberétől az óvoda kapui becsukódnak, ugyanakkor kinyílnak az iskolák ajtajai. A legkisebbeket a leendő osztályfőnökök, tanítók fogadták. Ez a program hagyományteremtő már az iskola életében. Minden évben több alkalommal várjuk a leendő elsős gyerekeket, illetve a szülőket. Az első megmérettetés az mindig az Ovi csatával kezdődik, amely szeptemberben van. A Márton nap egy nagy jeles nap. Ez az első igazi foglalkozásunk, ahova eljöttek hozzánk most a szülők a gyerekekkel, és a többi jeles nap alkalmával szintén meglátogatnak bennünket. Az utolsó program az maga a beiratkozás. De mielőtt ennyire előre szaladnának a kislibák az időben, még a Mikulás is ellátogat az iskolába. Így tehát már nem sokat kell aludniuk a kicsiknek, és december 4-én szerdán megismerkedhetnek a nagyszakállúval is, aki karácsonyi hangulatba öltözteti az intézményt. Varázslatos dallamok, hangolódás a karácsonyra. December 22-én Szekeres Adrián ad koncertet Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Még egy pillantás, mi vérem szítaná, nincs még egy érintés, mi hangon folytaná. Felcsendülnek majd a legismertebb dalai, de ezúttal, vagyis az adventi turnéja keretében igazi karácsonyi hangulatot varázsol Szekeres Adrián Székesfehérvárra december 22-én 19 órakor az Alba Régia sportcsarnokba. Az énekesnő először hozza el ünnepi dalait a városba. Körülbelül 20 éve vagyok a színpadon, a színpad közelében, ilyen kisebb-nagyobb távolságokra mentem csak el tőle, addig, amikor például született két kislányom, és hát ebben a 20 évben nagyon sok minden volt, nagyon színes. Mi az, ami esetleg legemlékezetesebb? Van ebből rengeteg sok-sok évben így mögötted, ami úgy nagyon-nagyon emlékezetes? Sok ilyen van. Most kiemelhetném a nagy koncertjeimet. Ugye a Budapest Arénában énekeltem, 3-szor saját koncertem volt, a Műpában 3 koncertem volt, az Erkel Színházban, a Tália Színházban 5 vagy 6 koncert, de ugyanolyan fontosak a kis koncertek is, a templomi koncertjeim, amivel az ország nagyon sok kis településére is eljutottam. Szeretem az adventi turnékat, az mindig decemberben egy nagyon különleges hangulat, ami hetekig tart, ugye, és mi visszük a zenét, de a nyári koncerteket is nagyon-nagyon változatos, amit azért tartok fontosnak, mert így én magam is nagyon élvezem, és mindig egy új kihívás, egy új évszak, vagy egy új időszaka az évnek, vagy pedig egy új tematikájú koncert. Fehérvárhoz van-e valamiféle kötődés? Nincsen, bár énekeltem már Fehérváron, most nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor, 5 és 10 év közötti időszakra tenném valahogy,
de nem volt még saját önálló koncertem, viszont nagyon sokan érdeklődtek az elmúlt években, sokan kérdezték, és ezért is nagyon örültem annak, hogy jött egy megkeresés, hogy itt is legyen egy adventi koncert decemberben. Hogy fogalmaztál, nagyon különleges koncert lesz ez, hát ezért mit tudhatunk erről, kicsit vezessük be a nézőket is a kulisszatitkokba, és abba, hogy ők majd mit láthatnak itt Fehérváron. Ugye azért lesz különleges, mert egy adventi koncert lesz ráadásul advent 4. vasárnapján, ami különösen szép. Én azt gondolom, amikor már meggyújtjuk a 4. gyertyát is, és mindenki tűkönül, a gyerekek is, meg a felnőttek is, hogy ugye pár nap és ott a karácsony. Úgyhogy azt gondolom, hogy az időzítés az nagyon-nagyon jó. Egy nagy koncert lesz, tehát hogy nagy zenekarral, gyerekkórussal, a Kodály iskola kórusával fogok együtt énekelni 3 dalt, ami azt gondolom, hogy megint csak egy nagyon szép hangulatot ad majd ennek a koncertnek. Szerintem az éneklés az hozzátartozik a karácsonyhoz, meg a karácsonyváráshoz, meg a zene, és hát lesznek tradicionális karácsonyi dalok, ugyanúgy, mint saját karácsonyi dalok, és lesznek olyan dalok is, amik az én nagy slágereim, lehet így fogalmazni, például, mint az Olyan, mint te, vagy a Híd a folyó című dal, vagy akár a Kikötők, amik nem karácsonyi dalok, de nagyon belepasszolnak ebbe a témakörbe, mert a szeretetről szólnak, szép érzésekről szólnak, olyan érzésekről, amiket talán a hétköznapokon nem tudunk egymásnak megfogalmazni, de a zene az elmond helyettünk ilyen üzeneteket, vagy ilyen érzéseket. Gyerekekkel volt-e már példa arra, hogy felléptél, és hogyha igen, akkor miért tartod fontosnak, hogy akár egy ilyen esetben, mint az adventi koncert, hogy megjelenjenek maguk a gyerekek? Mit jelképez az nekünk a színpad? Hát először is nagyon sokszor énekelek gyerekekkel, tehát ugye ehhez az adventi turnéhoz, a koncertekhez sokszor hozzátartozik az, hogy egy gyerekkórussal és rendszerint egy helyi gyerekkórussal kicsit együttműködünk és együtt gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy a karácsony egyébként is a gyerekekről szól. Tehát, hogy amikor nekem gyerekeim lettek, akkor teljesen megváltozott a karácsonyhoz való viszonyom, addig is nagyon szerettem, de hogy onnantól meg még inkább szép, és az egész család így működik. Most az unokahúgom a legkisebb, aki 5,5 éves, és hogy gyönyörű, meg nagyon jó, de mindenki azt nézi, hogy a pici mit szól hozzá, hogy a picinek mi van a szemében. Tehát, hogy ilyen formán azt gondolom, hogy a gyerekek azok nagyon-nagyon fontosak. Másrészt nagyon fontos azt gondolom beszélni arról, hogy a karácsony igenis a szeretetről szól, a szeretet ünnepéről szól, arról szól, hogy elmegyünk egymáshoz pici ajándékkal, figyelmességgel, gondolunk egymásra, leülünk együtt egy ebédre, vagy egy vacsorára, vagy csak éppen nálunk. Például mindig összejött a család a nagymamámnál, amíg élt, és azt én soha nem felejtem el, hogy igazából mi nem csináltunk ott semmit, de ott volt együtt a nagy család. És tehát szól a családról, szól a szeretetről, szól a gyerekekről, és szól arról, hogy az érzéseinket egy picit úgy megélni, tehát hogy hagyni, hogy úgy jöjjön, hogy lehet elérzékenyülni, lehet túl díszíteni mindent, lehet úszni ebben az érzésben, mert hogy nagyon akkor az évnek ebben az időszakában szerintem ez minden belefér, ami a szeretett témaköre. Talán ehhez kapcsolódik, amikor azt említetted az imént, hogy a megnyugvásról, a nyugalomról is szólnak ezek a koncertek, amikor kézen fogja az édesanyja és a nagymama vagy a nagypapa a gyerekeket. Azért nagyon sok ilyet látsz ilyenkor. Milyen érzés fog el téged ott fent a színpadon? Hát nagyon jó, és nagyon sokszor én meghatódom ettől az egész dologtól, mert hogy tulajdonképpen én ezért énekelek. Én ezért imádom ezt, amit csinálok, és gondolom azt, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert ezek nagyon-nagyon szép pillanatok. Én azt hiszem, hogy van a családunknak egy ilyen szlogenje, ami úgy szól, hogy mindenütt jó, de a legjobb együtt, és hát ehhez tartjuk magunkat, hogy bárhova elmehetünk, de az a legfontosabb, hogy együtt legyünk, és az, hogyha valamelyikünknek a nappalia, akkor az ugyanolyan jó tud lenni, mint hogyha nyáron együtt utazunk el nyaralni. Hogy az ember egyébként is sokszor azt érzi, hogy túl nagy a rohanás, túl nagy az őrület, túl nagy az elvárás minden oldalról,
és hogy ha van egy nyugodt bázis, ha van egy olyan kályha, ami köré le lehet ülni most idézőjelbe téve, akkor az azt hiszem, hogy ebben a mai világban különösen sokat jelent, és én nagyon örülök akkor, amikor azt látom, hogy ezeken a rohanós karácsony előtti hétköznapokon, akár, mert ugye hétköznapokon is szokott adventi koncertem lenni, mondjuk itt most nagyon szerencsés, hogy Fehérváron vasárnap lesz, de hogy az emberek felöltöznek szép ruhába, megfogják egymás kezét, leülnek, és végighallgatnak egy koncertet, és velem énekelnek, hogyha éppen olyan kedvük van, ha nem, akkor csak ülnek és hallgatnak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép küldetés a részemről, hogy én ezeket a pillanatokat hozom el az emberek életébe. Azért azt egy kicsit szerintem jól láttam, hogy egy kis könycsepp volt az előbb a szemedben, hogy a gyerekekről beszéltünk, főként hogy a te gyermekeidről. És ha már gyermekek, és ha már ők a fő üzenetei ennek a tulajdonképpen ünnepkörnek, mesélj egy kicsit arról, hogy ők el szoktak-e kísérni téged, titeket a koncertekre, hogyha igen, akkor azt ők hogy élik meg, mit látsz rajtuk? El szoktak. Amikor kicsik voltak, akkor rendszerint velem jöttek a turnékra, mert olyan sokáig nem mentem volna haza, hogy azt senki nem bírta volna, és akkor néha azt gondoltam, hogy ez sokkal jobb mindenkinek, hogyha velem vannak. Nagyon-nagyon megtisztelő, főleg két kamaszlánytól az, amikor ők kérdezik meg, hogy anya, mikor mehetünk el veled, hogy elmehetünk-e. Megmondom őszintén, hogy én mindig azt gondolom, hogy már nem akarnak, mert már most már biztos nem fognak eljönni, de még mindig jönnek, és még mindig örömmel jönnek, mert úgy ők is kapnak ettől nagyon sokat. Nyilván nekem egy picit azért nehéz ez az időszak, főleg amikor még kisebbek voltak, és mondjuk már nem jöttek velünk, meg sok volt az iskolai feladat, hogy így úgy egyensúlyozni, tehát hogy nekem be volt írva a közös mézeskalács sütés a naptáramba, hogy oda senki semmit nem szervezhet, mert akkor ott abban a pár órában én biztos, hogy a gyerekekkel fogok mézeskalácsot sütni. Tehát hogy a kettő között lavírozok 10 éve, hogy ők is, meg mi együtt, mint család éljük meg az adventet, és közben meg ugye én megyek és viszem mindenhova az országban ezt az adventi hangulatot, de ilyenkor nagyon jól jön az, amikor ők azt mondják, hogy mondjuk el akarnak jönni és meg akarnak hallgatni, mert akkor még pluszban együtt vagyunk. Egyébként pedig már olyan nagyok, és sikerült rájuk is rájuk ragasztani ezt a karácsony imádatot, mondjuk nálunk a férjem a legnagyobb karácsony rajongó, hogy a lányok sütik már például a mézes kalácsot, de így egyfolytában. Tehát, hogy azt látom, hogy egy ilyen fahéjas mézes kalács illat belengi a lakást, az nekik már úgy hozzátartozik a napjaikhoz, hogy simán hazajönnek az iskolából, és nekiállnak sütni egy adag mézes kalácsot. És hogy kell elképzelnünk, 22-én koncert, és akkor magatokra csukjátok az ajtót. Talán lehet így fogalmazni, hogyha jól emlékszem, 23-a fontos születésnap, a férjed születésnapja, ugye? Tehát Gábor születésnapja, és ott hogyan kell elképzelni, van-e igény egy kis zenére, énekre, mert ugye, ahogy mondtad, neked azért a zene tulajdonképpen összekapcsolódik a karácsonyra. Hát ez ugye mindenki azt gondolja, hogy valaki 23-án vagy 24-én született, vagy 25-én az milyen rossz, vagy milyen szerencsétlen, de mi nagyon figyelünk arra, hogy ezt így mindig elválasztjuk. Tehát, hogy az ő napja, az ő születésnapja. Néhány évben én úgy szereztem meglepetést a férjemnek, mert sokszor még 23-án is van koncertünk este, hogy egy családi reggelit, születésnapi reggelit szerveztem, és el kell mondjam, hogy így mindenki nagyon boldog volt ettől az egésztől. Különleges volt, mert nem számított rá. Különleges volt azért, mert reggel nem szoktunk a barátainkkal találkozni. Különleges volt azért, mert ittunk egy pohár pezsgőt reggel, amit szintén nem szoktunk. És egyébként pedig utána mindenki mehetett és intézhette a kis karácsony előtti dolgait délutántól estig, mert közben meg Gábort is megünnepeltük, meg felköszöntöttük. Hogyha nincs koncertünk, most egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz, akkor pedig én családi vacsorát szoktam szervezni, és akkor hát jön anyukám, segít, meg a húgom is, mert hogy tudják nyilván, hogy ez nem olyan egyszerű, és akkor mindig megünnepeljük Gábor. Tehát hogy ez nagyon, nagyon fontos, hogy az ő szülinapja az ő szülinapja, és az
Hát van, amikor még táncolunk is. Tehát, hogy egyébként egy ilyen jókedvű család vagyunk, és minden előfordulhat, ami egy rendes születésnapon előfordul. És még mielőtt becsukódnak a kapuk mögöttetek, vagy inkább mondjuk úgy, hogy előttetek és magatok vagytok, akkor 22-én itt vártok mindenkit Székesfehérváron. Igen, hát 22-én az utolsó adventi vasárnapon ebben az évben. Mindenkit várunk nagy szeretettel. Én nagyon-nagyon várom, évek óta szerettem volna, hogyha egy koncert itt Fehérváron megvalósul, úgyhogy nagyon örültem a megkeresésnek, és remélem, hogy sikerül ide is elhozni azt a karácsonyi hangulatot, amit már sok helyre elvittünk az országban. Ezek a pillanatok szerinte arra hívják fel a figyelmet, mennyire fontos az, hogy megálljunk, megnyugodjunk egy kicsit advent idején, és minél több időt töltsünk szeretteinkkel. Jártam a sziklás hegyeken. A székesfehérvári koncert egy igazi családi kikapcsolódás lehet, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak szívhez szóló ünnepi dallamot. A koncert különlegessége, hogy az énekesnő a székesfehérvári Kodály Zoltán iskola gyerekkórusával közösen is énekel majd a közönségnek. Ez egy különféle műfajokból összeállított műsor, de a közös ebben a zene és a zene szeretete és általánosságban a szeretet, amit így karácsonyhoz egészen közel, nagy szívvel és lélekkel fogunk majd megfogalmazni, megszólaltatni. Hát a felkészülés az pedig hát nem egy nehéz dolog, mert ezek a gyerekek nagyon tehetségesek. Egy énekzenei általános iskola tanulói, akik heti 4 énekórán és 2 kórus próbán tanulják a zene csinyát, binyát, és hát az, hogy több szólamban énekelnek, az már egészen pici koruktól természetes, és hát örömmel vállaltuk ezt a felkérést. Picit amiatt hezitáltunk, hogy ez már ugye a tanév vége után 2 nappal lesz, de átsegített ezen a nehézségen az minket, hogy szeretjük, amit teszünk, amit csinálunk, és a gyerekek is szeretnek énekelni, szeretnek szerepelni. És ez akkor is így van, hogyha ez most különleges körülmények között lesz, mert a sportcsarnok az egy más környezet, mint egy templom, vagy egy hangversenyterem. De a gyerekek ismerik egyébként a sportcsarnokot, mert a zenei világnap októberben mindig itt zajlik, hatalmas részvevői gárdával, úgyhogy ott hazajönnek, hogy így mondjam, úgyhogy a környezet is ilyen lesz. Az énekesnő többször lép fel gyerekekkel együtt, mert szerinte ezek a fellépések még jobban megérintik a közönséget, mint hangzásban, dallamban és lélekben egyaránt, hiszen, mint mondja, a karácsony a gyerekeké és a gyermekekről szól. Hajhullás, kopaszodás. Sok férfi küzd ezekkel a problémákkal már fiatalkorban is. Éppen ezért választják egyre többen megoldásképpen a hajbeültetést. Ő is pont az volt, akinek kezdődött még csak, és ugye ide előre hoztunk, meg tettünk némi hajszálat. A hormonhatás következtében tapasztalható hajhullás, kopaszodás gyakran okoz kellemetlenségeket a férfiaknál, ám erre is van egy viszonylag egyszerű megoldás. A hajátültetés, más néven hajtranszplantáció, a plasztikai műtétek közé tartozik, ezzel újra életre kelhet a haj. Már az elején megijednek, és jönnek is. A beavatkozás egyre népszerűbb a férfiak körében. Az utóbbi években, évtizedben most már mondhatjuk, nagyon berobbant a köztudatba a hajbeültetés, és egyre többen fordulnak ilyen panaszokkal sebészhez. Ugye korábban általában bőrgyógyászhoz fordultak, bőrgyógyászak ezek, vagy mindenféle patikában, boltokban kapható csodaszereket próbáltak a fejükre kenni, változó hatásfokkal. Van egyébként olyan, ami ezek közül kifejezetten jó hatásfokú, van ami kevésbé, de alapvetően végleges megoldást valóban hajbeültetéssel lehet a kopaszodásra. Ugye, hogyha megfigyelünk egy kopasz embert, akinek mondjuk egyáltalán nincs haj a feje tetején, annak is láthatjuk, hogy hátul a tarkótájon, illetve oldalt a fülek fölött van azért valamennyi haj. Erről ugye rámondják az emberek, hogy na hát ő teljesen kopasz, de igazából van némi tartalék még a hajában. Ezeket a hajhagymákat lehet kiszedni és átültetni másik helyre, és ez tulajdonképpen a lényege a
és az alap ötletét ez adta a hajbeültetésnek. Ami tulajdonképpen ugye hajbeültetésnek hívjuk, de tulajdonképpen egy transzplantáció, tehát saját szövetet ültetünk át egyik helyről a másikra. Tulajdonképpen haj átültetésnek kellene inkább hívni, de a köztudatban a hajbeültetés terjedt el. Hosszú távon mennyire megfelelő egy ilyen beültetés? Hogyha a fejbőr egészséges, és tényleg csak a hormon hatás az, ami a kopaszodást okozza, akkor ez teljesen végleges megoldás nyújt. Mondhatjuk akár azt is, hogy 100%-os a megoldás, mivel a hajhagymák ellenállnak ennek a hormon hatásnak, ezek a hajhagymák kerülnek átültetésre, és ezt az ellenálló képességüket az új helyükön is megőrzik. És így tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az ember élete végéig ott megmarad ez a hajhagyma. Mire kell figyelniük a pácienseknek a beültetés, átültetés után? Nagyon kell vigyázni, mind a donor, mind a beültetett területre. Én azt szoktam mondani, az első 2-3 hétben, mint a hímes tojásra, úgy vigyázzanak a fejükre. Tehát nagyon fontos, hogy fizikai behatás se érje lehetőség szerint az első napokban, ne is érintsék a műtéti területet. Utána nyilván azért egyre jobban igénybe lehet venni, de hát mindenképpen ilyen kímélet szükséges, nehéz fizikai munka kerülendő edzés, nagyobb izzadással járó tevékenységek azért az első hetekben jobb, hogyha elkerülik őket. Ápolni lehet-e ilyen esetben? Egy átültetett haj, mivel ilyen teljesen természetes saját hajról van szó, nem igényel olyan speciális ápolást, ami mondjuk eltérne egy saját haj ápolásától. Nyilván léteznek azért olyan samponok, hajerősítő szerek, amelyek ilyenkor használhatók. Ezek egyénileg mérlegelendők, hogy kinek mi az, ami szükséges, illetve célszerű használni. Nagyon fontos tudni, hogy nem szabad azonnali eredményt várni a beavatkozástól. Legkorábban 4-6 hónappal a beültetés után kezdenek el kinőni ezek a hajszálak. Rögtön a beavatkozást követően ilyen nagyon szépen néznek ki a kis átültetett hajszálak, még növekedni is kezdenek, tehát egy ízelítőt kap a páciens abból, hogy milyen lesz majd az eredmény, viszont ez kihullik, mivel a hajhagymáknak azért ez egy nagyon nagy stressz hatás volt az átültetés, a helyváltoztatás, és ezt követően legkorábban 4 hónap elteltével kezdhet kinőni, de azért inkább a fél év a nagy átlag, amikor elkezd, és végleges eredmény 1 év után várható. Tehát 1 évnél előbb nem szabad azt mondani, hogy ne, ez most így sikerült, úgy sikerült, szépen kinőtt, kevésbé szépen nőttek ki, mert végleges eredmény 1 év elteltével lehetséges. Hogyha ez az 1 év eltelt, akkor mire számíthat a páciens? Tehát, hogy a hajhullás akkor totálisan megszűnik, vagy azért ilyen esetekben is még előfordulhat, hogy kihullik a haj, illetve hogy jöhet-e abban az esetben esetleg újabb beültetés, átültetés? A hajszálaknak van egy természetes ciklusa, tehát minden haj kihullik, megújul, és ugye cserélődnek a hajszálak, tehát hajhullás valamilyen szinten marad ezután is. A beültetett hajhagymák, hajszálak nem fognak véglegesen kihullni, viszont ugye a meglévő hajszálak, azok teljesen függetlenek az átültetettektől, tehát hogyha ezek érzékenyek a hormon hatásra, akkor előfordulhat, hogy tovább ritkul. És ugye kérdezte, hogy esetleg újabb beavatkozásra lehet-e szükség? Igen, előfordulhat, hogy szükség van rá. Akkor, hogyha annyira nagy volt már a hajhiány, hogy esetleg egy lépésben nem lehet kiszedni olyan mennyiségű hajhagymát, amely elég lenne a terület befedéséhez, akkor lehet akár tervezetten is több alkalommal elvégezni, de az is előfordulhat, hogyha van valamennyi hajszál, megtörténik a beavatkozás, lesz egy szép sűrű haj, ugyanakkor az ott lévő eredeti hajszálak továbbra is érzékenyek maradnak a hormon hatásra, és ezek később kihullhatnak. Ilyenkor előfordulhat, hogy újból sűríteni kell. Tehát ugyanarra a területre kell még visszaültetni hajszálakat. Nagyon sok tényező határozza meg, elsősorban a hajszálak mennyisége, mekkora területet kell befedni, illetve hát különféle nehézségi faktorok előfordulhatnak, ugye őszhajszálaknál nehezebb meglátni, megtalálni a hajszálakat, göndörhajnál sokkal nehezebb úgy kiszedni, hogy ne sérüljenek a hajhagymák, tehát ezek mind-mind befolyásolhatják a
beavatkozás árát is. Annyira változó lehet nagyjából, olyan kérdés ez, mintha azt kérdezünk, mennyibe kerül egy autó. Tehát az is lehet az 50 ezer forinttól a 30 millióig. Azért a hajbeültetés nem ilyen széles spektrumban mozog, de nagyon sok minden befolyásolhatja. De az igazán tartós megoldást a hajátültetés jelentheti az orvos szerint. Ennek az első lépése a haj leborotválása, hogy hozzáférjen a szakember a hajhagymákat tartalmazó szövettokhoz. Ezután a tarkótájéki területről kinyerik a hajszálakat egy speciális eszköz segítségével, majd az így kinyert úgynevezett graftokat egy tápanyagdús oldatba teszik. Ezt követi a beavatkozás. A beavatkozást követően azonban szigorúan figyelni kell az előírásokra, mint például, hogy fizikai behatás ne érje a fejbőrt. A nehéz fizikai munka kerülendő, épp úgy, mint az izzadással járó tevékenységek. Ezek azért fontosak, hogy a kinyert hajszálak a lehető legbiztosabban és legnagyobb arányban beépüljenek. Felső korhatára nincs a beültetésnek, amely különösebb felkészülést nem kíván a paciens részéről. A hajátültetés egyébként általában egy, ritkább esetben két napos beavatkozást igényel. A hajbeültetést követően 9-10 hónap után látható a kívánt eredmény. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!